A mostani videóban az Epstein-Barr vírusról lesz szó. Szeretettel köszöntök mindenkit! A felnőtt lakosság 90%-a fertőzött az Epstein-Barr vírussal, amit csókbetegségnek is hívnak, mivel leginkább nyál útján terjed. A vírussal történő legelső megfertőződés leggyakoribb tünetei a láz, a fáradékonyság, a gyulladtorok, a duzzadt mandulák, az izomfájdalom, illetve lépésmáj megnagyobbodás is lehetséges. Az első fertőzés után a vírus általában alvó módba, azaz remisszióba kerül, és akár évekig tünetmentes. Ugye a vírusok nem élő organizmusok, csak egy adag genetikai anyag, így szükségük van egy gazdaszervezetre, ahol működni tudnak, és akkor aktivizálódnak általában, amikor a gazdaszervezetben a környezet alkalmas arra, hogy működésbe lépjenek. Ez az ember esetében általában azt jelenti, hogy le van gyengülve az immunrendszere, így a vírus aktivizálódni tud. Ennek a vírusnak az a speciális tulajdonsága, hogy amikor az immunrendszer vissza akarja szorítani, képes az immunrendszert lekapcsolni. Ezért is van ilyen nagy mértékben elterjedve. Föld lakosságának a nagy része hordozza ezt a vírust. Később, amikor az EBV újra aktivizálódik, csak a vírusgének egy része aktivizálódik, így csak néhány tünetet produkál, tehát például fáradékonyság vagy ízületi fájdalom jelentkezik kizárólag. Az EBV vírus összefüggésben van az autoimmun betegségekkel, főként fibromialgiával, reumatoid artritisszel, MS-sel, Hashimoto-val, lupusszal, illetve egyes daganatos megbetegedésekkel is, mint például a non-Hodgkin limfoma és a gyomorrák. Az első legfontosabb dolog az EBV-vel kapcsolatban, hogy a stressz az, ami az esetek döntő többségében újraaktiválja, tehát a stressz kezelésével, normalizálásával tudjuk elkerülni a vírus újbóli erőre kapását. Ez ugye több pihenést, alvást, relaxációt, pihentető kikapcsolódást, tehát több mellékvesebb támogató tevékenységet jelent leginkább. Több korábbi videómban is említettem már, hogy az autoimmun betegségeket szinte kivétel nélkül valamilyen veszteséggel járó stresszes esemény indítja el. Elveszítünk valakit vagy valamit, amikor is az elhúzódó lelki fájdalom jelentkezik ugye az ember életében. Mivel az EBV szinte minden emberben jelen van, amikor valamilyen komolyabb veszteséggel járó stressz hatás ér minket, meggyengül az immunrendszer, a vírus aktivizálódik, és egyéb más tényezők jelenléte mellett, például a leromlott bélrendszer, az áteresztő bélszindróma jelenlétében kialakul valamilyen autoimmun betegség. A másik eset, hogy nem autoimmun betegség jelenik meg a stressz hatására, hanem valamilyen rákos megbetegedés. Tehát az EBV valószínűleg az autoimmun betegségeknek és egyes daganatos megbetegedéseknek a kialakulásával, mint katalizátor, mint a problémát kialakító egység játssza a szerepet. A második nagy segítség az EBV visszaszorításában a huminsav és a fulvosav, mely hatóanyagokat étrendkiegészítővel tudjuk bevinni. Ez a két vegyület keláthatást fejt ki a szervezetünkben, az emésztőrendszerben, és képesek nagy hatékonysággal kivezetni a mérgező anyagokat, a nehézfémeket, a kemikáliákat, így ennek következtében komoly immunrendszer erősítést érhetünk el velük. Ugye az immunrendszerünknek a több mint a 80%-a a belegben található. A harmadik eszköz a kezünkben, hogy csökkentsük a vírus fellángolásának a lehetőségét, az a mikrotápanyagok tudatos bevitele. Az immunrendszerünk gyengülését a stresszen túl az alacsony vitamin, nyomelem és ásványanyag szint okozza, tehát ha áll bőven rendelkezésre jól hasznosuló mikrotápanyag a szervezetünkben, sokkal nagyobb stressz mennyiséggel is elbírunk. Itt azért hangsúlyoztam ki a jól hasznosulót, mert a szintetikus vitaminokkal, tehát vitamintablettákkal, kapszulákkal, cseppekkel hosszú távon nem sokra megyünk, mert nem hasznosulnak megfelelően a szervezetünkben. A vitaminokat élő ételekkel, vagy a táplálkozásunkat kiegészítő koncentrált ételekkel, italokkal célszerű bevinni, mint a mikroalgák, a méhpempő, a virágpor, a bogyós gyümölcsök és a belőlük készült gyümölcslevek, a búzafű, az árpafű, az avokádó, a keresztes virágú zöldségek. A nyomelem és ásványanyag bevitelünket, tehát magnézium, cink, szelén, mangán, kálium, megtámogathatjuk elektrolit, tehát ásványanyag és
nyomelemtartalmú tablettákkal és italporokkal is. Az Epstein-Barr vírus esetén kiemelten fontos a magnézium, illetve a szelén és a bor nyomelemek. És végül a negyedik lépésben három olyan vírusellenes hatóanyagot említenék meg, amelyek mind a megelőzéshez, mind akkor, ha kiújult az EBV, ajánlott nagyobb mennyiségben bevinni. Az első a monolaurin, amit étrendkiegészítő formában is pótolhatunk, de a kókuszolajban megtalálható nagyobb mennyiségben. Én a hidegen sajtot, szűz és nyers kókuszolajat alkalmaznám. A második az echinacea, immunerősítéshez, amit célszerű cseppek vagy tinktúra formában bevinni. A harmadik pedig az ashwagandha, amely a mellékveség megerősítésén, tehát a stressztűrő képességünk javításán keresztül segíthet. Köszönöm, hogy végignézted a videót, ha szeretnél segíteni másoknak, kedveld és oszd meg ezt a videót másokkal is. Jó egészséget kívánok neked, találkozunk a következő videóban, addig is az egészség legyen veled!